Mindkét lánynak egy-egy élete maradt. Annának van egy medálja. Anna, lehívod a medált? Anna lehívja a medált. Ebben a pillanatban két élete van. Kihívók, ajánlotok föl medált? Nem. Tehát Rékának egy, míg Annának ismét két élete van. Felkészülni, 3, 2, 1! És itt a medál lényege. Ez az a pont, ahol nagyobb biztonsággal tud nekivágni most ennek a futamnak Anna, mint Réka, mert van egy medálja. Jön az egyensúlyozó rész. Anna közepén. Jön a végére. Réka most van a közepén, Anna pedig a lépegető részen küzdi át magát, miközben Réka most bújik ki, és Anna a félköríven közelíti a csillagot. Körülbelül egy akadálysorral vezet most Réka ellenében. Elég lesz ez Annának, hogy biztosítsa az exatlonban maradását. Réka most kezdi meg a kúszás, mászás, Anna pedig már a második vizesároknál. Komoly előnnyel érkezik a pálya utolsó szakaszához. Réka most kúszik még a második vizesárok előtt, Anna pedig jön át, és fut, rohan az ügyességi feladathoz. Réka most kezd el kúszni. Anna dobálja ki a lasztikat, a kezében két labda. És lepattan a gyűrűről. Réka most fut oda, miközben Annának egy már benn van. Lepattan Réka. Rékának, és kipattan belülről Réka labdája. Anna nincs bent. Hosszú, Rékának sincs. És két labdával kockáztat Réka. Anna is két labdával érkezik vissza neki, egy már benne van Rékának, még nincs egy sem. Annának lepattan. Réka exatlonjának vége. Segítettél, hogy hogyan kell föntről dobni, hogyan tudunk fejlődni. Köszönjük, hogy követtek minket. Ne feledjetek feliratkozni csatornánkra itt lent, és több videóért itt és itt tudtok jelentkezni.